viszik, a mércét mindig följebb teszik, és ez így van, így helyes. A Győr-Szol SZESE NB1/B-s férfi kosárlabda csapata az előző szezonban az országos 10. helyet szerezte meg a bajnokságban. A felnőtt csapat épp a felkészülés felénél jár, a program, a keret és a célkitűzések viszont már véglegesek. Éppen ezért tartottak csütörtökön kora este sajtótájékoztatót a klub vezetői és támogatói. Titkaim a fiúknak meg azt fogalmaztam meg, hogyha az első négybe, az alapszakasz első négyébe bekerülni, akkor ugye a bajnokság lebonyolítása azt biztosítja, hogy onnantól kezdve a keleti csoport első négyével játszunk, akkor benn vagyunk a 8-ba, innentől kezdve elértük azt a célt, és ez valahol februárra már ki is derül. A célok elérése érdekében pedig igazolt is a klub. Az új játékosok közül ketten a ZT-től érkezett Daru Gábor, és a németországi légióskodás után hazatért Drevenka Dávid is ott volt a találkozón. A célok elérésében ők is segítségére lehetnek a csapatnak, no és a támogatók, a Széchenyi István Egyetem és a névadó főszponzor Győr-Szol ZRT. A legfontosabb az, hogy egy nagyon komoly szakmai munkára alapozódik ez a szakmai együttműködés. Az egyetem ad hozzá egy olyan körítést, ami én azt gondolom, hogy a külön kiemelt partnerként kell őket kezelni, és mi adunk egyfajta olyan segítséget, ami a gazdasági segítség, ahogy a Gyömre Tamás is fogalmazott, hogy biztonságosabban tud felkészülni a csapat. Ugye a mai magyar sportfinanszírozásban azért nyilván vannak bajok. Én azt gondolom, hogy Győr egy olyan üde kivétel, ahol ez nagyon jól működik. Tüleljük egyből! Ezek a felvételek még az olimpia ideje alatt készültek a megyeháza mögötti sportteraszon, amikor a kosarasok elkezdték a felkészülést. Jelenleg a közepén járnak, ám hogy valójában hol tartanak, az a hétvégén kiderül, hiszen 4 csapatos felkészülési tornát rendeznek a Honvéddal, a Veszprémi Egyetemmel és a Smafc enyemével. A torna bronzmeccsét szombaton délelőtt 10 órakor rendezik, a döntőt pedig 12 órától.